A tavaszi korlátozások után a szabadtéri skanzenek hamarabb megnyithatták kapuikat a látogatók előtt, mint a kőmúzeumok, így a Sóstói Múzeum falu május 8-án fogadhatott először vendégeket. Így csak az év elejé programok és a szezon zárásként tervezett Mártonnap maradt el. Az idei látogatószám az eddigi összesítések szerint közel 33 ezer fő, ami jóval az előző évek átlaga alatt van. Korábbi évek látogatói átlagát tekintve egy olyan 61-65 ezer között mozgott a látogatói létszám. Nyilván a pandémiás helyzet miatt nem tudtunk ekkora látogatószámot elérni, mint az elmúlt években, de azt gondolom, hogy a jelen helyzetet figyelembe véve ez is azért egy elég szép szám, hiszen a diákok azok, akik nagyon hiányoztak a mi látogatóink közül, ők a járvány ügyi helyzet miatt kevésbé látogatták a múzeumfalut, tehát ez azért érzékelhető, hogy ez a csoport, ez kimaradt a látogatóink között, viszont növekedett a családosok száma, akik családdal érkeztek, és nyilván elmaradtak a csoportos, húszos kirándulás résztvevői is. Azt tapasztaltuk, hogy az ország különböző részeiből jöttek nyáron Sóstóra, és minket is meglátogattak, és megnézték a múzeumfalut is, tehát ebben a tekintetben kicsit átalakult a látogatóknak az összetétele. Még a korábbi években viszonylag kiegyenlített volt a kül- és belföldi látogatók aránya, idén ez is változott. Külföldiek főleg Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából érkeztek, ezt a belépéskor elkért irányító számok alapján tudták összegezni. Amikor zárva tartott a skanzen a dolgozók, akkor sem unatkoztak, háttérmunkákat végeztek. Elkészült egy látványtár, amelyben az eddig raktárban tárolt közel 30 ezer tárgyból láthatnak csoportosítva különböző típusokat. Egy nagy beruházás keretében pedig elkészült egy új műtárgy raktár, ahol a gyűjtemény szakszerű elhelyezése zajlik jelenleg is. Még készül egy új állandó kiállítás, amely egy a múzeumnak ajándékként adományozott tárgyakból áll. Ez az úgynevezett Pécsi Kovács gyűjteménynek a bemutatása, ez több mint 700 darab tárgyból áll. Ezt az idén december 31-ikkel megvalósítanunk. Nyilván a következő évben fog új kiállításként majd a látogató ezzel találkozni, és ennek lesz egy második üteme is, amit majd a következő évben kell majd megvalósítanunk. És ezen túlmenően időszaki kiállításokat is tervezünk. Ennek a megvalósítása nagyrészt attól függ, hogy tudunk-e pályázat keretében ezeknek megvalósítására pénzt hozzárendelni a kiállításokhoz. A tervek szerint 2021-ben április 1-től október végéig tart majd nyitva a Sóstói Múzeumfalu. A korábbi években megszokott programokat megtartják, vagyis felelevenítik majd a húsvéti, a majális, a pünkösd, a Szent Ivánéi és az augusztus 20-ai hagyományokat. Idén új elemként jelentkezett, de csak korlátozottan tudták megtartani a pásztorforgatagot. A nagy érdeklődésre való tekintettel azonban jövőre ezt is újra megszervezik, remélhetőleg korlátozások nélkül.